A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Vizut látják. Múltkori műsorunkban a sporté volt a főszerep, most pedig egy kicsit könnyedebb vizekre elvezünk. Gyerekek lesznek a mai műsorban a fókuszban, olyan nevelők, illetve olyan személyek, akiknek fontos az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hát majd ők elmondják, hogy mi minden fontos még nekik. Úgyhogy szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Erdélyi Évát, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanítóját. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Éva egyébként egy különleges fejlesztéssel is foglalkozik, majd erről is fogunk beszélni. Itt van velünk Kamarás Emese, akivel szerintem, akiknek gyerkőceik vannak, elég sokat találkozhatnak vele a városban. Örülök, hogy te is itt vagy. Nagyon köszönöm a meghívást, én is. Üdvözlök mindenkit. És itt van velünk egy, mondhatom, hogy volt kolléganőnk, aki a Fehérvár Média Centrum csapatát sokáig erősítette. Volt, hogy nagyon régen a Fehérvár TV-ben dolgozott, aztán volt egy kis szünet, majd erről is fogunk beszélni, és nemrégiben, még néhány évvel ezelőtt velünk volt. Aztán egy másik pályára vezett, és meseterapeuta, művészetterápiával foglalkozik, úgyhogy itt van velünk Csabai Dorina is. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket én is. No, hát azt mondtam az előbb, hogy gyerekek lesznek a mai műsorban a fókuszban. Ugye a ti életeteket a gyerekek szeretete, nevelése, fejlesztése teszi ki, ugye? Beszéljünk egy picit erről a kapocsról egyébként, hogy nálatok mit jelent az, hogy a gyerekekkel foglalkozni, ugye mind a hármatokban ez egy közös ilyen szerelem, mondhatjuk így? Éva? Hát én már első osztályos koromban tanítóné szerettem volna lenni, azóta alakult ez így, és ebben az a jó, hogy állandó változás. Tehát én nekem ez az óriási dolog, hogy kicsiket tanítani, és azt a fejlődést látni, ahova eljutnak elsőtől negyedikig, és ezt soha nem lehet ugyanúgy csinálni. A gyerekeim szokták mondani, hogy anyucika, miért nézed még mindig a könyveket? Azért, mert ezt nem lehet ugyanúgy, nem lehet megismételni ugyanazt, amit az ember már csinált. Egyrészt, mert a gyerekek is mások, másrészt, mert az egész élethelyzetünk más, és én magam is változom. Úgyhogy nekem ez azért szerelem, mert nagyon sok pozitívumot ad, nagyon szeretek tanítani, szeretem a gyerekeket, és nem az elcsépelt fogalomként szeretem a gyerekeket, hanem minden nap szeretek bemenni közéjük. És hát a fejlesztést is majd akkor említsük meg, mert hát az meg egy külön más jellegű tanítás vagy nevelés, ugye, de mégis fontos és hasznos. Igen, mindig van valami az életemben, amit kitalálok magamnak, hogy mi legyen most éppen a legfontosabb, ami a mai korban a gyerekeknek a legnagyobban szükséges. Volt ez a figyelem-koncentráció fejlesztés, az ének-zene tanítás, ott is egy különleges módszerrel tanítom az éneket, és a legújabb ez a hogyan tudom úgy fejleszteni a gyerekeket, a tanulási képességeket hogyan tudom úgy fejleszteni, hogy ne vegyék észre, közben nagyon sokat dolgoznak, nagyon sokat tesznek érte, de jó környezetben vannak, és elfelejtik, hogy ők most feladatokat oldanak meg, és rengeteget fejlődnek. Na, de akkor most már mondjuk el konkrétan, ja, igen, erdőben fejlesztem a gyerekeket. Láttam egyszer egy finn iskolát a tévében, ahol az egész napjukat gyakorlatilag az erdőben töltik, és a jobb is, ha a szülők nem látják, hogy mit csinálnak, azt mondták ott a szerkesztők, mert bejönnek a gumicsizmába, az esőköpenybe, és szinte az összes órájuk kint van. És akkor már gondoltam rá, hogy ez milyen jó lenne nekünk, ha itt is lenne ilyen, és másfél éve gondoltam ki, hogy hát van ez a jó kis sostónk, ami tulajdonképpen, én még mindig azt látom, hogy ahhoz képest, hogy mennyire értékes terület, még mindig kihasználatlan, még mindig egy csomó fehérvári nem tud róla, és ezt néztem ki magamnak, hogy én itt mennyire jól tudnék gyerekeket fejleszteni. Úgyhogy nem kötöttem le magam egy módszerhez, hanem a tapasztalataim alapján, amit úgy gondolok, hogy hiányzik a gyerekeknek, a mozgás, a természetközeliség, azt
valósítom meg itt kint az erdőben. Most még akkor mindig maradjunk egy picit nálad, mert nagyon érdekel, hogy egészen pontosan ez miről szól. Én, illetve pontosabban én már láttam, ugye nem régiben készítettünk erről televíziós anyagot, ugye az Együtt magazinunkban, de hogy azért el tudják képzelni azok a szülők is, akik esetleg úgy érzik, hogy fejlesztésre szorulna a gyerkőc, vagy nem tudom, hogy egyáltalán kiknek szól. Tehát, hogy fejlesztesz, az azt jelenti, hogy mondjuk sajátos nevelési igényű gyerkőcöket vársz, vagy mindenkinek lehet ez egy nagyon jó alkalom? Mindenkinek lehet. Először én sajátos nevelési igényű gyerekeknek gondoltam ki, hogy ez mennyire jó lesz, és aztán most többen vannak azok, akik azért jönnek, mert az iskola, óvoda-iskola átmenetet szeretnék megkönnyíteni a szülők. És ez erre nagyon jó, mert nem csak a mozgást, a kommunikációt, a szociális képességeket fejlesztem, hanem azokat, amikre nekem nagyon szükségem van az első osztályban, és nincs meg a gyerekeknek a mai életvitel miatt, tehát a kivárás például. Akkor, hogy egyszerre három utasítást adok, azt már nem tudják megjegyezni, egyet is alig. És ezt én ott mind játékosan tudom fejleszteni. És most jó részt óvodások vannak, nagy csoportosok jönnek javarészt, aminek nagyon örülök. És boldogan jönnek minden alkalommal. Úgyhogy én eredetileg fejlesztésnek gondoltam ki, természetesen vannak most is olyan gyerekek, akiknek vannak részképesség hiányaik, de a legtöbben azért jönnek, mert szeretnek kint lenni, mert a szüleik észrevették, hogy ez mennyire jó dolog. Ehhez kell egy szemlélet. Tehát a szülőnek is egy olyan szemléletre van szükség, hogy nem baj, ha koszos lesz a ruhám, nem baj, hogyha a kezem koszos lesz, nem baj, hogyha ott nem lehet kezet most és úgy fogja megenni azt az egy kis kekszét. Tehát aki ezektől félti a gyermekét, azok biztos, hogy nem ide fognak jönni, hanem egy terembe, egy tornaterembe, valamilyen terápiára. Mesi. Mondom így, mert hogy a mesi műhelyt sokan ismerik egyébként. Neked milyen indítatásból jött az, hogy gyerekekkel foglalkozz? Hát nem tudok igazából mást mondani, mint hogy ez így bele volt írva az én élet utamba. Ez nem egy tudatos készülés volt, hanem tanultam kortárs táncot, és én először azt találtam ki, hogy majd a gyerekeknek én majd valami ilyesmit fogok csinálni, ez mondjuk volt 15 évvel ezelőtt. És kellett tartani egy bemutató foglalkozást, ahol egy teljesen más dolgot csináltam. Akkor volt ez a mozgásos fantáziajáték, ami ott abban a pillanatban letette az én start kövemet ezen a pályán, mert számomra is, és a gyerekeknek is egy akkora, mai szóval mondva, akkora flow volt így a képzeletben, a képzelet világában együtt lenni, hogy alig tudtuk abba hagyni, akkora öröm volt mindenkinek. Így aztán a kortárs táncból semmi nem lett, de cserébe viszont lett egy nagyon szép életpálya, vagy ilyen hivatási pálya, aminek a minden egyes mozzanata annyira érdekes, mert egyik sem egy tudatos építkezésnek az eredménye, hanem mindegyiket hozta az élet, hogy van egy ilyen, szeretnéd? Igen, csinálom. És akkor ezek mindig komforton túli feladatok voltak, nagyon erősen, rettenetes nagy izgalmakkal, és aztán a végén mindig egy szintet sikerült lépni. Így indult el a mesi műhely, szerintem tényleg 15 éve volt ez. És azóta meg, hát nehéz is felsorolni, hogy mennyi mindent csináltam. A városi rendezvényeken volt egy idő, amikor városi sétákat csináltam, azt is mindig a mozgás, a képzelet és az alkotás volt így mind három. Ezeket érzem olyan muníciónak ma a gyerekeknek, amivel nagyon hosszan ők jól tudnak lenni, ha ezt ők merik és tudják jól használni. És majd délután is megyek a 13 éve működő kis csapatomhoz, és akkor van még olyan negyedik osztályos, aki még mindig vissza szeretne jönni a képzelet birodalmába. És ez nagyon, nagyon sokat ad nekik, nagy erővel ruházza őket fel, én azt látom.
Említetted a városi rendezvényeket, és tényleg nagyon sok helyen lehet vele találkozni, hogyha van egy, nem tudom, piknik, vagy egy bármilyen városrészi, vagy egy akár nagyobb rendezvény, akkor biztos, hogy téged ott meg lehet találni. Igen. És én azt láttam, hogy tényleg nagyon élvezik a gyerekek a te foglalkozásaidat, olyan szívvel, lélekkel csinálod, és tényleg annyira beleéli magát, nyilván ezt nem is lehet anélkül, de hogy tényleg én is azt láttam rajta többször, hogy olyan vagy te is, mint hogyha velük együtt gyerek lennél. Igen, ez tényleg így van, és én nem tudok másképp működni ezeken az alkalmakon, mint hogy a felnőtteknek is a gyerek énjét látom meg. Akár egy családi délelőttön, hiába hűnnek le székekre a szülők, hogy majd ezt ők megnézik, hogy mi történik itt, nem tudnak kívül maradni, mert én ugyanúgy megszólítom az ő gyerekényüket egy labdával, és már bent vannak a játékban. És ez egy csodálatos dolog. Én mindig borzasztóan féltem a felnőttektől. A gyerekek őszinték, könnyű velük kapcsolódni, nincsenek állarcok, meg megfelelések, és az egy csodaszép dolog, amikor ez sikerül a felnőtteknél megélni, hogy együtt vagyunk bent a játékban. Ők is velem, meg ők a gyerekeikkel, az olyan, mintha egy ilyen különleges búra kerülne ránk. Tényleg varázslatos. Úgyhogy én így tudok ebben működni, hogy ott valahogy megszűnik teljesen a külvilág, és csak az a kis saját univerzumunk kezd el működni, amit mi ott gyorsan belakunk. Az előbb mondtad, hogy volt olyan negyedikes, aki még szeretne járni. Igen. Van nálad egyébként felső korhatár? Hát nincs, de annyira szép volt, ahogy az előbb így nem győztem bólogatni, hogy ebbe annyira szép, amikor végig lehet egy kisgyereknek így az útját kísérni, hogy elkezdi egész picinek, és ha kinövi az egyik foglalkozást, akkor bekapcsolódik a következőbe, és ha már azt kinőtte, akkor azért még visszajár egy-egy ilyen családi foglalkozáson, akkor még viszont látjuk egymást, és látni, hogy az, amit az ember egy-egy nap letesz és tesz értük, az évek múlva is visszaköszönt. Volt egy kisvakondos foglalkozásom, még nagyon régen a Covid előtt, azok a gyerekek azért már igencsak megnőttek, és még most is, ha találkozunk, keresik nálam, hogy hol a kisvakond, és hogy mikor hozom, de ez csak egy ilyen kis gesztus. Mindig meglep, hogy mekkora a felelősség, hogy milyen nyomot hagyunk bennük, hogy nagyon nagyra megnőnek, és emlékeznek gesztusokra, emlékeznek mozzanatokra, hogy milyen nyomot hagyunk bennük. Ez nagy öröm, és óriási felelősség is. Ez nem lehet ilyen 80%-osan csinálni, csak 120, vagy nem tudom. Én így érzem. Dorina, téged meg beszippantott ugye a mesék világa. Én emlékszem, hogy amikor még együtt dolgoztunk, volt olyan is, hogy egy irodában ültünk, meg aztán kicsit távolabbra is mindig figyeltelek, és azt láttam, hogy mindig úgy tűnt, hogy te megtaláltad a helyedet, te jó vagy ott, ahol vagy, jó vagy abban, amit csinálsz, de mégis volt valami kis hiányérzeted, ugye? És azt tudtam, hogy már régebb volt a foglalkoztál ugye a munka mellett a meseterápiával, de hogy így, egyszerűen azt mondtad, hogy te erre akarod az életedet feltenni, és akkor azt mondtad, hogy igenis, én megtaláltam, amit akarok, és ez lesz az én főállásom. És aztán azóta nagy sikerrel csinálod te is, és hogyha jól tudom, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek, van külön tini foglalkozás is. Mesélj egy picit erről, hogy ezt hogy kell elképzelni. Hát nagyon messzire kell visszagondolnom, mert most éppen számolgattam, hogy jövőre lesz 20 éve, hogy foglalkozom a mesékkel. Tehát, hogy nekem a mese, és ugye kommunikációs területen dolgoztam, azért voltunk kollégák, viszont mindig az érdekelt, hogy hogyan tudom megmutatni a világnak azt, ami bennem van. Nem csak én, hanem hogy minden ember. És ugye a kommunikáció is valamilyen módon erről szól, és aztán mégis, amikor tanulni kellett, akkor azt mondtam, hogy hát egészségtan tanultam, és ott a meséket választottam. Tehát azon belül a mesék világa volt az, ami megfogott, de ott is azért, mert ott is arra voltam kíváncsi, hogy hogyan tudunk az embereknek úgy segíteni, hogy mindenkihez odaférjünk, odajussunk, tehát ne kelljen ezért külön pénzt befektetni, azokhoz a családokhoz is el lehessen jutni, akik egyébként nehéz helyzetben vannak, anyagilag mondjuk.
És úgy gondoltam, hogy minden embernek, minden családnak vannak történetei, és hogy ezekkel a történetekkel kellene mondjuk akkor így gyógyítani. Vagy egyáltalán beszélni erről. Izgatott ez a téma, ezt választottam. Akkoriban még 20 évvel ezelőtt azt mondták, hogy hát, ez elég hülye ötlet, de próbáld meg, lássuk. És aztán a konzulensem, akivel együtt dolgoztam, ő azt mondta, hogy ez nagyon tetszik nekem ez a vázlat, amit itt hoztál. Úgyhogy ő be is emelte, ő tanár volt, és be is emelte az ő saját tanítási gyakorlatába, amiket lehetett átvenni. Először az olvasóvá neveléssel foglalkoztam, és aztán szép lassan kiforta magát, és én is képeztem magam, amellett, hogy ide jártam ide dolgozni, és amellett képeztem magam, és egy kicsit mélyebben egy másik oldalról is megtanultam, és aztán így lettem meseterapeuta, és később művészetterapeuta. Úgyhogy valóban én foglalkozom gyerekekkel, de foglalkozom felnőttekkel is. Egészen kicsiktől kezdve, hát egészen a nyugdíjasokig vannak csoportok, vannak heterogén csoportok, olyanok is vannak, ahol vegyesen vagyunk együtt, és van mesefókuszú csoportom, és olyan is, ami alkotásfókuszú, és akkor ott alkotunk. Meghatározott módszerek szerint haladok, és igazából most azt tudom mondani, hogy olyan öröm van bennem, mert akik felnőttként járnak mondjuk a csoportra hozzám, ők hozzák a gyerekeiket is, és ami itt előbb is elhangzott, hogy a felnőttek, illetve a gyerekek nehézségeire mindig ott a válasz a felnőttek életében. Tehát amikor így egységesen látom a gyerekeket és a felnőtteket, a családot, akkor mindig sokkal könnyebben megtaláljuk a választ. Hogy kell elképzelni nálad egy foglalkozást? Most akkor vegyük külön a meseterápiát, meg a művészetterápiát. Jó, kicsit azért nehéz úgy külön választani. Amikor innen elmentem, akkor nekem szóba került az előbb, hogy rendezvények és ott lenni, nekem sok volt. Sok volt a nyüzsgés, és én így visszahúzottam, és elkezdtem falvakba járni, hogy ott meséltem falvakba. Aztán utána, ahol én lakom, ott is megcsináltam egy ilyen kis mesekunyhót, úgyhogy most ott van nekem egy ilyen kis mese- és művészetterápiás műhelyem a bokrok alatt, és ez egy ilyen igazi öregasszonyháza, amit csak az lát meg, aki éppen tudja, hogy mit keres. És a foglalkozás úgy zajlik, hogy megérkezünk ebbe a térbe, és ez úgy van kialakítva, hogy ez egy teljes mesebirodalom, mindig mesebirodalom reggeltől estig, ott nincs is más. És amikor ott vannak a gyerekek, akkor mindig az adott csoport dönti el, hogy milyen irányba haladunk. Tehát én készítek terveket, a módszer szerinti terveket, és aztán látom a csoportot, hogy milyen, mi az, ami foglalkoztatja, és azt szerint haladunk tovább. Játszunk, beszélgetünk, énekelünk, mesélünk, mondókázunk, valamikor mozgásos feladatokat végzünk, és mindig van egy új tervem, amit azt ki kéne próbálni, és akkor megpróbálom bevinni. Úgyhogy így zajlanak a gyerekcsoportok, és akkor vannak olyan foglalkozások, amikor tudunk alkotni is, és akkor a mesén keresztül, tehát mesélek nekik élőszóban, és a mesén keresztül bejutunk ebbe a belső mesebeli birodalomba, ahol mindig nagyon nagy igazságokat lehet megtapasztalni, és ahova nagyon jól be tudnak ők vonódni, és aztán ezen keresztül alkotunk. Ami nagyon érdekes, hogy olykor úgy tűnik, hogy ezek a gyerekek nagyon nem is figyelnek oda, és hogy fegyelmezni kell őket, de mégis mindent vissza tudnak idézni, amit mesélek nekik, amiről szó van, még akkor is, hogyha éppen a csilláron lógnak közben, vagy az asztal alól kell őket előhúzni. Szóval, hogy mindig egy ilyen különleges térben tudunk lenni, és az a tér az nem csak az, amit ott mi teszünk, hanem hogy belül is, ami zajlik az ő, meg az én, meg a mesei világban. Az, hogy alkottok, az egészen pontosan mit jelent? Festünk, agyakozunk, krétával rajzolunk, ceruzával rajzolunk, kollást készítünk is növényekből, amik éppen ott vannak, de ez mind kapcsolódik a meséhez. Tehát itt mindig egy kicsit úgy kell elképzelni, hogy nem az a lényeg, hogy egy nagyon szép produktumot készítsünk, hanem az a lényeg, hogy a saját lelkünkbe tekintsünk, és ami ott megjelenik, az kerüljön ki a papírra. És ez úgy a gyerekeknél, mint a felnőtteknél is.
Mindhármatoknak a műfaja, vagy a választott területe az kicsit ilyen, hát ugye terápia, tehát nyilván vannak azért eredmények, vagy csak maga a szórakozás, de nyilván ebben meg tudsz majd erősíteni, hogy mit láttok, hogy a foglalkozásaitok során mennyire van visszajelzés, vagy mennyire láttok, kaptok visszajelzést arról, hogy igen, nagyon jó az, amit csinálok, mert látszik mondjuk a gyereken az, hogy például, nem tudom, most mondok valamit hasraütésre, a diszlexiája javult, vagy a mozgása, ilyesmikre gondolok, hogy milyen látható eredmények vannak, amiket ti úgy értékelni tudtok. Hát nálam nagyon egyértelmű. Tehát nálam van olyan kislány, aki a korosztályokról beszéltünk, akivel már nagyon finoman megbeszéltem az anyukájával, hogy nem is kéne már járnia, mert már olyan nagy, de hát jár. Ő például nem tudott átmenni hídon, mert egyensúly problémái voltak, és másfél hónap után már a bibiclesre följött, egyszerűen elfelejtette, hogy neki ezzel problémája van a természetben, meg annyi gyakorlatot végeztünk fákon. Tehát mi a természet adta eszközökkel dolgozunk. Néha viszek babzsákot, de egyébként letört ágakkal, kidőlt fán mászkálunk, azon végzünk különböző gyakorlatokat, ritmizálunk hozzá, mondókákat mondunk hozzá, tehát többféle dologra kell figyelni. Van olyan kisfiú, akinek az óvodában a konfliktus kezelése változott nagyon sokat. Akkor nem ment addig az óvonénihez a foglalkozásra, inkább játszott a többiekkel, és akkor elkezdett arra is járni, mert gondolom, hogy észrevette, hogy hát ebbe ő ügyes, hiszen ha megy az erdőbe, akkor nem gondolom, hogy ez tudatos volt, csak valahol tudat alatt bátorodott ő arra, hogy ezeken a foglalkozásokon is részt vegyen. Úgyhogy nekem nagyon látványos fejlődés van. Van olyan, hogy egy hónap után már a keresztmozgások, a középvonalon átnyúlás nagyon-nagyon jól megy a gyerekeknek, ami igen nagy küzdés volt az elején. Úgyhogy én konkrét eredményeket látok. Nesi? Én is. Én egyrészt ilyen érzelmi kötődésben tapasztalom, hogy milyen sokat adunk egymásnak így a gyerekekkel, én is nekik, de rengeteget tanulok tőlük. Azt gondolom, hogy ez egy olyan önismereti út, aminek sosincs vége, hogyha az ember gyerekekkel van, akkor állandóan újabb és újabb feladatokat kap, amik magára vonatkoztatva új kérdéseket vetnek fel. És én ezért is tartom ezt nagyon fontosnak, hogy mindig tanuljak, vagy ami úgy inspirál, vagy ami megérint, azt abba elmélyüljek és vigyem a gyerekek felé tovább, mert ők hozzák mindig az új köröket, az új feladatokat, és ezért végtelenül hálás is vagyok nekik, mert itt nincs álló víz, itt erre nincs lehetőség, mert akkor ők el fognak menni, nem fogja őket érdekelni. Vannak olyan gyerekek, így az én foglalkozásomhoz kapcsolódva, akik például nem beszéltek. És így a képzelet játékokon keresztül, egy-két alkalom után annyira megérintődnek, hogy elkezdenek beszélni. És nem magáról beszél, ő csak egy kisegérről beszél, egy kisegér képében mondja el, hogy éppen miért fut el a macska elől, hova bújik el, és ez nagyon megkönnyíti a helyzetüket. Igazából itt a mozgással van kísérve ez az egész képzeletvilág. Ne úgy képzeljétek el, hogy én hozok egy történetet, hogy akkor te leszel a király, te meg a királylány, hanem például egy kamrában, egy éléskamrában vagyunk, és akkor elmondják, hogy itt mi minden van szerintük. Jó, de illatok, meg mindenféle lények is lehetnek itt. Tehát lehet, hogy az egyik befőttes üvegbe be van zárva egy, nem tudom, kisegér, vagy bármi lehet, ezt ők mondják. És én ezekre a képekre hangolódok rá, és ezt kezdem el mozgásos játékokkal bontogatni. Na és ott aztán nincs megállás olyan szempontból, hogy az ő képzeletük az elkezd áradni, de mégis van egy biztonságos kerete ennek az egésznek. És van, aki tényleg itt szólalt meg először, vagy a konfliktusokat itt tudta jól kidolgozni magából.
nem feltétlenül derül ki minden egyes alkalommal, hogy ő miben könnyű, mennyivel könnyebb számára a lefekvés például este, de nagyon várják mindig. Miért nincs kettő belőle? Pont elég az egy. Annyi minden történik ott velünk, hogy az éppen elég. És ennek az is a titka, hogy nem vagyunk sokan. Az, hogy mindenki el tudja mondani az ő kisegerét, vagy az ő befőttes üvegét, vagy az ő macskáját, vagy ahhoz kell a teljes ráfordulás, a teljes odafigyelés és a teljes ottlét. Szemmel, füllel, figyelemmel, szívvel, ezt nagyon szeretik. A másik, ami nekem egy nagyon nagy tapasztalat volt, hogy először nem mernek a gyerekek megosztani ilyen furcsa dolgokat, hogy jaj, hát az nem lehet, hogy vattacukrok nőnek a fán, de nála ez egy olyan tér, ahol lehet. Jó, az lehet. Tehát nagyon hamar megtanulják, és annak is helye és rendje van, hogy valahol azt tanítják, hogy de az a fán nem nő vattacukor. Ezt tudják ők, de ebben a világban, ami képzelet, fantázia világunkban, minden lehet. És ezt a bátorságot meg kell tanulniuk, hogy itt nem fog senki rájuk szólni, hogy az úgy nem stimmel, hanem itt lehet. És amikor lezárjuk, meg kilépünk ebből a mesetérből, akkor persze mindenki tudja, hogy a Lehel utcában a fákon nem kell keresni a vattacukrot, de mégis ebbe megmerítkezni az egy nagyon jó dolog. Használják ezt a muníciót. Meg mondjuk múlt héten ez annyira kedves volt, egy csigaház, csigák voltunk, és akkor na, kinek milyen a csigaháza, és hogyha esetleg arra van szükséged, hogy te magad légy, és szeretnél a saját csigaházadba visszamenni, akkor csak nyugodtan rajzolj egy csigát a szíved fölé. Ez abban a pillanatban csak úgy jött. És akkor utána mondta a kislány, hogy én már másnap már rajzoltam csigaházat a szívem fölé. Hogy használják? Uh-huh. Ez olyan jó muníció. Uh-huh. Úgyhogy így. Sokat bologattál. Gondolom hasonló tapasztalataid lehetnek. Igen, abszolút. Ezeket akár én is mondhattam volna, hogy a mesebirodalma is olyan egy fantáziabirodalom, ahol minden lehetséges, és ezt használjuk is. Tehát a mese mindig hoz egy vonalat, aztán ők megmondják, hogy az milyen irányba megy. És ott is vannak ilyen képességek, amiket ők kimunkálhatnak magukba, ami az övék lehet. És választhatják azt, és egy ilyen varázstér az, amiben ott jelen vagyunk, egy különleges birodalom, ahol nincsen rossz válasz, ahol tényleg elfogadás van, ahol egymás válaszát megbecsüljük, örülünk neki, tanulunk egymástól. Én is nagyon sokat tanulok egyébként a gyerekektől, az ő kreativitásukat. Te kérdezted az eredményeket, és igazából az eredményeknél sokszor visszajeleznek a szülők. És megtapasztaltam egy olyat is, volt egy ilyen érdekes élményem, hogy meséltem a gyerekeknek. Benne voltunk a történetben. Akkor nem úgy kezdődött, hogy rögtön mesélek, hanem először megjelenünk ott a térben, összehangolódunk, együtt vagyunk, mindenki elmondja azt, ami éppen benne munkálkodik, aztán utána vannak a játékok, ilyen játékos gyakorlatok, és aztán egyszer csak eszembe jut egy történet, amit elmesélek nekik. És akkor még ha a történet elején még mocorognak is, aztán szépen lecsendesednek, és akkor érezzük, hogy mi ott vagyunk a történetben, a történet itt van, és ez egy barlangban játszódott, ott voltunk a barlangban, és ott állt velünk szemben az oroszlán. És ebben a pillanatban, miközben mi ott voltunk a barlangban, egyszer csak kopogtak. És kinyitottam az ajtót, és valaki ott volt, aki hozott más embereket megmutatni, hogy itt éppen egy meseterápiás foglalkozás zajlik. Majd utána ez a csoport elment, és én folytattam a mesét. A gyerekek hazamentek, és legközelebb, mikor jöttek, akkor a szüleik mondták, hogy mit meséltél ezeknek a gyerekeknek? Milyen csoport volt ott a barlangban? És akkor rákérdeztek a szülők, mert hogy a gyerek úgy mesélt el otthon, az óvodás, kisiskolás korú gyerek, hogy hát ott voltunk a barlangban, és akkor egyszer csak bekopogtak, és jött egy ilyen és ilyen csoport, és akkor így továbbadták a gyerekek, és ez egy visszajelzés volt számomra, hogy ami ott történik a mesében, az történik a valóságukban is, az én valóságomban is, meg az övében is. Tehát hogyha abban a helyzetben éppen ő egy
hét mérföldet lépő csizmát vesz fel, vagy láthatatlanná tévő kalapot, vagy magához veszi a sötétben látás képességét, vagy képes forrasztó fűvel valakit feléleszteni, akkor ez a valóságban is megtörténik. És aztán igyekszem ezt így átcsatornázni, hogy ez így az ő való életében hogyan jelenik meg. És azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerekek ezt tényleg olyan tisztán és olyan szépen tudják hozni. Megtanulunk egy nyelvet, minden új csoportnál meg kell tanulni ezt a nyelvet, ez a minden lehetséges nyelvét, és mindent el tudok mondani, bármit meg tudok tenni, és amikor ráéreznek erre a nyelvre, akkor már könnyedén tudunk kommunikálni egymással. Most az jut eszembe, hogy hány felnőttre tényleg ráfér egy ilyen, így a munkavilágából kiszakadva elmenni, és csak azt csinálni, amit akar, és oda képzelni magát, ahol akar. Szerintem az biztos, hogy pszichológiailag is sokat jelenthet egy-egy személynek a személyiség fejlődésében is akár. Hát ez történik a felnőtt csoportokon. Ott ugyanúgy mesékkel dolgozunk. Ott már egy kicsit, ha megtanuljuk a nyelvet, mert ott ugyanúgy meg kell tanulni a nyelvet. Meg kell tanulni, megkérdezem, hogy te ki vagy, ő se tudja, hogy ő ki valójában. És ha elmondja azt, hogy én ez vagyok, ennyi éves vagyok, itt dolgozom, ennyi gyerekem van, mit tudom én, akárki vagyok, ez nem számít. Hanem az számít, hogy ő kicsoda, mögötte, és én azt keresem mindig, hogy ha mögé nézünk, akkor te ki vagy. A gyerek tudja, hogy ő az a hős, ő az a, nem tudom én, óriás, vagy törpe, vagy teljesen mindegy. A felnőttnél meg kell keresni, hogy jó, hogy ezt elmondtad, köszönöm szépen, de hogy valójában ki vagy, és ezt nyilván nem szegezem neki, hanem ő neki erre rá kell érezni. És ehhez vannak azok a művészetterápiás gyakorlatok, ahol kiderül, hogy ő ki is valójában, és hogy azzal mit tud kezdeni. És ha nem látja az irányt a saját való életébe, akkor így az alkotásokon és a mesén keresztül meg tudja látni, és amit ott meglát ebben a minden lehetséges birodalomba, azt át tudja hozni a való életébe, és akkor át tud lendülni a nehézségeken. Picit visszakanyarodva a gyerekekre, itt most már mind a hárman, akkor, ha jól értelmeztem, évtizedek óta mondhatjuk, hogy foglalkoztok ezekkel a területekkel. Hogy látjátok a gyerekek változásait? Úgy értve, hogy nyilván régen teljesen mások voltak a gyerekek, nagyon sok generáció fejlődött már alattatok. Hát ugye most mondhatnánk azt, hogy úgy most tényleg itt ez a generáció, akik a telefonnal a kezükben születnek, de hogy tényleg egy kicsit azért ez feladat lehet nektek is, hogy kiszedjétek őket ebből a világból, és mondjuk erre például az erdő is teljesen jó lehetőség lehet. De hogy mennyire változtak a gyerekek, milyenek most, és mennyire fogékonyak egyébként? Szerintem rengeteget változtak, viszont amit mondtál, hogy tanulsz tőlük, én ezt naponta tapasztalom. Tehát nem lehet nem tanulni tőlük, és én most nagyon optimista vagyok. Tehát azt látom, hogy a mostani alsó tagozatosok, akikkel én vagyok, hanem helyettesíteni megyek más osztályokhoz, vagy ahogy az ebédlőbe vagyok. Tehát azt látom, hogy nagyon-nagyon fogékonyak, és hogy nagyon pozitívak. Nem tudom, ti hogy látjátok, és kreatívak. Tehát amit mondasz, hogy minden lehetséges birodalom. Tehát olyan gondolataik vannak, amikre én már nem gondolok, mert hogy az én életem az nem a minden lehetséges volt, vagyis a mi nevelésünk. És hihetetlen számomra, amiket megfogalmaznak a világról, egymásról. Ugyanakkor tudnak diszkrétek lenni, ha már megtanítjuk nekik, hogy mit jelent az. Egymás felé is tudnak nagyon diszkrétek lenni. Én most bízom benne, hogy ők mentik meg a világot, hogy úgy mondjam. De hát mindenki pessimista. És én azt látom, hogy a környezet tudatosság is, ő nekik annyira könnyű átadni, és annyira könnyen veszik, és csinálják, alkalmazzák, hogy a mesebirodalomba például, ahogy be tudnak menni, ahogy rá tudnak csodálkozni dolgokra, szerintem nagyon, nagyon pozitívak a mostani gyerekek. Ami mondtál, hogy a kütyük, az egy óriási felelősség, igen. És onnan leszedni őket, viszont azt látom, hogy talán a mostani szülők már tapasztalják saját magukon, vagy a nagyobb tesón, vagy unokatestvéren, hogy ennek mekkora veszélyei vannak, és mintha már ők is tudatosan nem engednék
olyan közel, vagy annyit a gyerekeket a kütyükhöz. Úgyhogy én most nagyon pozitívan látom ezt a korosztályt. Ezt jó hallani egyébként, mert én most abszolút valami negatívra gondoltam, de hogyha mondjuk ha most végig gondolom azt, amit te mondtál, hogy csak a saját gyerekembe gondolok bele, akkor például azt látom, hogy a mai gyerekek, meg akiket mondjuk nemrég láttam mondjuk kijönni, mondjuk azt mondom a ciszterci gimiből például, hogy nagyon komolyan veszik a tanulást, én azt veszem észre. Tehát, hogy a mi generációnk, én nem tudom, hogy így tizenévesen mit csináltam, de biztos, hogy nem az volt az első, hogy tanulják. Az enyémnek olyan elhivatott agya van arra például, hogy hazamegy, és neki tanulni kell, és nem is fordul elő mondjuk az, hogy elmenjenek lézengeni ide-oda haverozni, hanem az, hogy tanulni kell, teljesíteni kell, igaz, hogy mondjuk jó, ennek vannak rossz oldalai is, mert van teljesítménykényszer bőven, de hogy tényleg azt látni, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk most érettségiznek, azok is már annyira komoly hivatás felé néznek, és tényleg, hogy tudatosan készülnek a pályájukra. Na, ez csak egy zárójel volt. Mesi, te mit gondolsz? Ezt az optimizmust egy bizonyos pontig én is így érzem, hogy nagyon jól megszólíthatóak a gyerekek. Lehet, hogy ebből lett egy ilyen megcsömörlés a Covid alatt, még ezen gondolkoztam, hogy ott annyira sok volt az online-ozás, hogy még lehet, hogy a gyerekeknek is ez ilyen túlcsordulás volt. Az biztos, hogy ők nagyon, ha megvannak a körülmények, akkor ők arra nagyszerűen rá tudnak csatlakozni. Ezért azt gondolom, hogy ez a mi felelősségünk, hogy ezt a körülményt így biztosítsuk számukra, az ilyen offline kapcsolódási lehetőségeket, mert ha ez adott, akkor ő arra nagyon jól tud kapcsolódni. Az egy icipici, de néha azért mégiscsak sok, most így végigfutott az agyamon, mert azért vannak helyzetek, amikor hozzák a minimaxos vonalat, ezeket a hősöket hozzák be, és az egy-két alkalom, amíg az úgy szépen lemorzsolódik, és utána már benne van a sajátjában. Mindig mondom, hogy én a tiédre vagyok nagyon kíváncsi, az milyen, a tiéd milyen. Ezt ismerem én is a minimaxosat, a tiéd az milyen. És akkor arra viszont ő már rákap, hogy rám kíváncsi a Mesi néni. Az érdekli, hogy én milyen vagyok, vagy én mit képzelek el. A Covid alatt ugye nem volt semmiféle, se csoportok, se művelődési házak, semmi, és nekem igazából a következő kanyart pont a Covid hozta meg. Én nem tudtam online-ozni, egész életemben azért dolgoztam, hogy ne üljenek a képernyők előtt a gyerekek, így aztán nem volt semmiféle ötletem arra, hogy hogyan kéne velük kapcsolódnom, és ebből lett ez a erdőjáró kártya, amit én csak a csoportjaimnak szántam eredetileg, de aztán ez a kártya meg már így a hátára vett engem, és megy a világba mindenfelé. És ez egy nagyon nagyszerű visszajelzés, hogy a gyerekek tudnak játszani, tudnak az erdőben játszani, van ötletük, egyszerűen csak kínálni kell nekik. Semmi más nincs, csak kínálni kell nekik. Ehhez persze ott kell lenni szülőként, vagy pedagógusként, ami a nehezebb kör, mert mindenki rettentő sokat dolgozik, és nagyon elfoglalt, és ezért nincs már ereje a kínálásra. Ha egy icipici maradna, ott a pohárban még annyi maradna, hogy a kínálásra jutna erő, akkor a gyerekek arra rögtön kaphatóak. Te hogy látod a mai gyerekeket? Én azt szeretném elérni, hogy ne legyen külön munka, meg élet, hanem a kettő egy legyen. Tehát ne az legyen, hogy először tanulunk, és akkor utána elmegyünk játszani, és éljük az életet, hanem maga a tanulás is az élet legyen, és az élet meg tanulás. És azt szeretném, hogyha a gyerekek már délelőtt az iskolában is jól éreznék magukat, és ez nem azt jelenteni, hogy nem tanulnak, hanem játszva tanulnak, és amit itt elmondtatok, ez pont ezt segíti elő, és én azért örülök, amikor hallok más kollégákat, akik így állnak hozzá a gyerekekhez, hogy szerintem ez,
ennek így kellene működnie mindig az iskolában. Én azt mondom, hogy ha mese lenne minden nap az iskolában, egészen kicsi kortól végig, nem csak az óvodában, hanem végig-végig, akkor nagyon sok mindent a mesén keresztül, vagy ezen a fantázia világon keresztül meg lehetne tanítani. Tehát ott van benne minden, csak ki kell mozsolázni, és akkor arra fel lehet építeni. Én azt látom, hogy sokszor a gyerekek stresszelnek. Én a Covid alatt is voltak csoportok, mert volt egy olyan munkafolyamat, ahol bennünket, amikor a tanítókat beengedték, akkor bennünket is beengedtek meseterapeutákat, és tudtuk továbbvinni a folyamatot. És van a gyerekekben egy hatalmas nagy félelem a mai gyerekekben, ami így foglalkozásokon megmutatkozik. És én azt látom sokszor, hogy abban nincs igazán segítségük, hogy ezeket a félelmeiket megfogalmazzák, és kitombolják magukból. Amikor ilyen foglalkozások során előkerülnek a sárkányok, a szörnyek, a nem tudom, oroszlán, akkor tudunk ezzel dolgozni, és akkor az, ami belül van szörny, akárha megfogalmazza már, egy kicsit szertefoszlik, vagy mondunk rá egy varázsigét, és eldobjuk messzire, vagy akár lerajzoljuk, vagy kidübögjük magunkból, akkor ezáltal ezek a félelmek el tudnak menni. És szó volt a kütyükről, ahhoz annyit szeretnék mondani, hogy nem is mindig azzal kezdődik egy új csoportnál, hogy milyen mesét ismersz, és szinte mindig animációs filmek kerülnek elő, és akkor mindig megnézzük azt, hogy az adott, persze elfogadom és tisztelem azt, ami érkezik, és akkor megnézzük, hogy annak az animációs filmnek ki a főhőse, és abban ő mit szeret, és nekem arról mindig eszembe jut egy mese, hogy ez benne van egy népmesébe is, és akkor már mindjárt kiderül, hogy igen, animációs film, de mi van akkor, amikor te elképzeled, és akkor már át tudok kötni arra a bizonyos főhősre, aki meg a népmeséken keresztül érkezik, és akkor már tudunk azzal dolgozni. És valóban, ahogy mondta Mesi is, hogy ezek így lemorzsolódnak viszonylag hamar, és utána már vissza tudunk utalni mesékre, hogyha többször találkozunk. Saját családjaitokban egyébként tudjátok alkalmazni az elmondottakat? Ha jól tudom, itt már jó nagy gyerekek vannak. Igen, nekem már felnőtt fiaim vannak. Én ezt az egészet az Ágostonnal találtam ki tulajdonképpen. Tehát majdnem egyszerre gondoltunk rá, mert aki a nagyobbik fiam. Ne? A nagyobbik fiam. Igen, de igen, azt is elmondhatjuk, hogy a Ciszterci Szent István Gimnázium igazgatója a férjed, és akkor igen. Ezek szerint ő utána kapta a nevét. Igen, ő már a harmadik orosz Ágoston, igen, a fiunk. És ő látott egy YouTube-on egy foglalkozást, és anyucika, neked ezt kéne csinálni. És akkor így beszélgettünk, gyereki gyorsan, és beszéljük ezt meg, mert én is ilyenen gondolkodom. És mert hogy mi nagyon sokat kirándultunk, és nekem az volt az elvem, amikor kicsik voltak, hogy én az életre tanítsam otthon őket, és ahhoz a természet, a kert, a férfias munkák, a kint, a barkácsolás a férjemmel, ez mind hozzátartozott. És tényleg egy nagyon talpra esett életre való fiú lett ő is, a testvére is, és ez hiányzik viszont szerintem a mai gyerekekben, és én ezt szerettem volna, hogy az erdővel ezt is megtanítsam, hogy természet közelivé váljunk. És annyira szépen veszik ezt a gyerekek. Tehát a sok-sok eszközt ők gyűjtik már be az erdőből. Ha már ők látják meg azt a fát, azon a kidőlt fán, azon meg tudjuk csinálni azt. És a végén eljutunk odáig, hogy ők mondják a gyakorlatukat. Vagy palacsintáért vizsgáztak. Az utolsó foglalkozás tavaly az volt, hogy sütöttünk palacsintát, és minden palacsintáért egy gyakorlatot mutatott be mindegyik, ami eszébe jutott. És hát fönn a lesen, a les tetején, és nekem annyira meglepő volt, hogy nem volt két ugyanolyan gyakorlat, ami neki a legjobban tetszett, és mennyire tökéletesen mutatták be úgy, hogy
Tehát nem kényszer volt az, hogy az most olyan legyen, hanem egyszerűen egy példát egymást követ. Először engem, aztán utána már egymást követték, mert akit dicsértem, azt lehet követni. A gyereke a gyerektől sokkal jobban tanul, mint tőlem. És bizony, amit mondtatok, hogy van egy valami, amit kigondolok, és aztán, ha én látom, hogy ők aznap alkalmatlanok arra, hogy végigvigyük azt a gyakorlatsort, akkor átmegyünk egy más világba, és akkor vagy egy mese, vagy mondókázunk, vagy éppen gumit ugrunk át, vagy azok a gumi kötelek, azok lézer fények lesznek, és az alatt kell átmászni. Tehát akkor azonnal váltok, amikor látom, hogy nem fog menni, akkor én is váltok. És ezt ők annyira jól veszik, hogy a végén, mondom, ők mutatták be. És az utolsó hónapokban már ők kérdezték, hogy most lehet az, amit én kitaláltam, most erről egy nagyon jó dolog jutott eszembe. Na, hát jobban örülök, mint amit én találok ki, mert ez tulajdonképpen a tanulásnak a csúcsa, amikor ő annyira bensővé válik, hogy ő tudja továbbadni valakinek. Úgyhogy én nagyon, nagyon örülök. Hát a családom az így kapcsolódik ehhez, hogy ő rajtuk tulajdonképpen kipróbáltam ezt a tapasztaltá nevelést, életre tanítást, és nagyon sokat jártunk erdőbe. Lesi, nálatok, hogy... Két lányom van, Mimi 14 éves, Eszti 7, és ők ebben nőttek föl. Igazából mi így élünk tulajdonképpen otthon, és Mimi most már a táboraimban ő segítőként, jó kis nyári munkái vannak, úgyhogy 10 hétből 5 hetet ő bátran dolgozik nálam, úgyhogy ő tényleg nagyon ügyes is a gyerekekkel, de azt, hogy hogy lehet meg ugrani egy nehéz helyzetet, hogy lehet egy szomorúságot, vagy egy konfliktust megoldani, milyen az, amikor várost nézünk, és már mindenki nagyon fáradt, és rettenetesen unja, és akkor mi az, amivel tovább lehet lendülni, vagy egyáltalán hogy lehet a dolgoknak a fonákját megnézni, és az miért izgalmas. Igazából ők ebben nőttek föl. És mi egy ilyen játékos család vagyunk, elég sok a bolondság az életünkben, és a fantázia meg a képzelet az nekünk nagyon nagy dolgokat hozott az életünkbe. Nagyon nagyokat. Dorina, hát nálad is 3 fiúról beszélünk. Talán még a kicsinél, nem tudom most hol tartotok, de hogy talán még nálad tudtad szerintem alkalmazni, nem tudom, a nagyfiúknál esetleg. Mivel 20 éve foglalkozom mesékkel, ezért náluk is. Náluk is. Ott akkor az olvasóvá nevelés volt így központban, és a nagyoknak minden nap meséltem. De akkor még olvastam a történeteket, és aztán beszélgettünk, és mivel a 3 év különbség van köztük, és az egyik ugrándozott az ágyon, a másik csendben hallgatta, ezért úgy meséltem, hogy menet közben akkor mondtam, hogy jó, akkor szereposztás, akkor amikor visszatérő mondat volt, akkor azt mindig megkapta a kicsi, és közben ugrálhatott. Tehát ugye az életünkhöz igazítottam így a történetet, és aztán olyan is volt, hogy én magam útkereszteződéshez értem, és kinyitottam a mesekönyvet, és akkor mondtam, hogy most, amilyen mesénél kinyílik, az mindegyünknek fog valami jót mondani. És aztán utána meg is beszéltük, hogy vajon miért ennél a mesénél nyílt ki a könyv. Amikor elköltöztek otthonról, akkor nagyon sok mindent nem vittek magukkal, de a könyveiket igen. Szóval, hogy a könyvekből nem maradt, és mikor meglátogattam őket, akkor mindig ott találtam valahol a szobában a nyitott könyvet, hogy éppen olvasnak. Pedig ők már ugye használták a gépeket, vagy ezeket a telefonokat később. De a könyveiket vitték, és tényleg valóban olvasóvá lettek. Hát a kicsi meg valóban az anyateljel szívta magában, ugyanis akkor tanultam a meseterápiát, és őt hordtam, de jött velem a férjem, és hordta a picit, és ott valóban ott etettem meg őt, és neki a születése napján mondtam az első mesét, amikor kihozták, és akkor oda mentem, és akkor kapta az első történetet, meséltem neki. És a férjelmet is bevontam, mert hogy ez nem csak a gyerekeké, hanem így az egész családé. Tehát a nagyoknál is segített benne, a nagymama, vittem ott is a könyvet, meg a apuka is mondta, voltak mesék, ami az apás mesék voltak, voltak a nagymamás mesék, és aztán később, amikor a meseterápiával foglalkoztam, akkor
akkor nagyon különös módon arra döbbentem rá, hogy már a 3 éves gyerek is, 3 éves gyerekkel is tudok dolgozni olyan mesékkel, ami azt gondoltam volna, hogy felnőtteknek való. Hogy képesek voltunk egy bizonyos módszerrel egy elakadást átdolgozni. Ezt a kisfiammal éltem át. Nagyon szeretett csukszdezni, de annyira, hogy nagyon durván. Föl-le. És volt egy mese, amit elmeséltem a férjemnek és neki, és utána kértem, hogy rajzoljon, hogy ő még sosem rajzolt. És halvány vonalakkal mégis elkészült élete első rajza, amit egy mese ihletett, és utána el tudtuk játszani ezt a születéssel kapcsolatos elakadását. Ott a szőnyegen, ahogy közben apa kiment főzni, és az a megdöbbentő tapasztalatom volt, hogy megszűnt ez az örökös csúszdázás. Tehát kimentünk a játszótérre, és akkor volt hinta, mérleghinta, minden, és csúszdázásból is csak egy egészséges mennyiség volt. Tehát úgy éreztem, hogy az a mese, az meg tudta nyitni benne azt az utat, hogy ezt így el is tudtuk játszani, és újra tudott születni lényegében így a mese által. És hát ő 10 éves, és ő is az én kis segédem, úgyhogy előkészíti mindig a mesei környezetet, az az ő feladata, és ott aztán örömmel vesz részt, és ő nagyon sokszor hallotta ezeket a meséket, amiket mesélek a csoportokban, mert sokszor ő is ott van, és mindig úgy hallgatja, hogy tágra nyílt szemmel, és mondja, hogy ez nagyon jó mese volt. És mondom, de már 100-szor hallottad. Nem baj, ez nagyon jó mese volt. Hát nagyon elszaladt az időnk, jól elbeszélgettünk. Egy dolgot mindenképpen, amit megbeszéltünk még a műsor előtt, kérnék tőletek, hogyha volt olyan emlékezetes, vagy vicces, vidám, szívszorító, netán, bármilyen sztori, amit megosztanátok velünk, akkor sikerült-e kitalálni, hogy melyik legyen az. Nem veled kezdem akkor. Én csak egy nagyon rövidet, a mostani csoportnál volt egy kislány. Van egy kislány, aki első alkalommal jött, de rögtön hiányzott, tehát már egy hét után csak ott lakozott hozzánk, amikor azért már összeszoktak a kis párok, már megvoltak, és meg csoporttársak, és ő alig szólt, tehát mert ugye meg kell várni, míg nyílnak, ahogy te is mondod, hogy türelmesen várunk. És az anyukája írta utána, tehát semmit nem tudtunk meg erről a kislányról végig, csak hogy csinálja, lelkismeretes, aranyos. És az anyukája írta utána, hogy hazafele a kocsiba azt kérdezte az apukájától, hogy lehetne, hogy minden nap jöjjünk. És tehát ennél több nem kell. Ez szép elismerés, igen. Messzi. Nekem is inkább ilyen szívbéli örömért a kártyával kapcsolatban. Egy tanárnéni kapott egy 3. osztályt, és ő írt nekem egy üzenetet, hogy kapott egy 3. osztályt, akik teljesen szét voltak csúszva, sem az osztálynak így az alapvető hangulata nem volt jó, egymás között nagyon sok volt a konfliktus, feladatot a terembe nem sikerült velük nagyon véghez vinni, és akkor az utolsó gondolata az volt, hogy akkor majd kiviszi őket és a kártyákkal, az illőberek kártyával majd valamit. És hogy ez annyira meglendítette az osztályt, hogy párba tette azokat, akik nem annyira szeretik egymást, és az, hogy ők együtt most akkor kell, hogy egy fészket építsenek, nem beszéltek egymással közben, de a munkán, a közös munkán keresztül volt egy közelítés, és az egész osztálynak a hangulatára ez a kint a természet dolgaival kapcsolódva, egymással kapcsolódva, azt mondta, hogy ez életmentő volt számára. És ilyenkor mindig elámulok, hogy egy ilyen egyszerűnek tűnő dolog mégis úgy működik néha, mint egy varázspálca. És ez egy nagyon szívmelengető visszajelzés volt, nagyon hálás voltam érte, mert ehhez kell az a pedagógus is, aki tényleg kiveszi a fiókból, és megpróbálja, és egy lehetőséget teremt rá. Úgyhogy a gyerekek most már úgy járnak ki, hogy akkor húzhatnak-e kártyát, és már kint játszanak vele. Ez nagyon jó érzés. Dorina? Én elmondom az egyik szívmelengető történetemet, ami így pár évvel ezelőtt történt, nem csak az én történetem, hanem úgy mindenkié.
aki részt vett benne, egy osztályhoz jártunk mesélni, fél éven keresztül heti szinten, és volt ott egy kisfiú, aki nem akart részt venni ebben a programban abszolút, és teljesen elbújt, bebújt az iskolatáskák mögé, és onnan nézett ki. És én ezzel a kisfiúval rögtön még közösséget éreztem, és aztán oda mentem, és én csak vele foglalkoztam így az elején, és megpróbáltam onnan kicsalogatni. De mindig, amikor találkoztunk, akkor mindig felvettem vele a kapcsolatot, és próbáltam, hogy vegyen részt a foglalkozáson, és eleinte mondta, hogy nem, sőt, egy ceruzával bögdösött, hogy nem. És a fél év végére elértük azt, vagy elértem azt, hogy a kisfiú nem csak előjött, és meghallgatta a történetet, hanem rajzolt is, és ugyan ott kellett ülni mellette, mert ő csak akkor rajzolt, amikor ott ültem mellette, de amit érzett, ami megjelent benne, azt papírra is tudta vetni, és még beszélni is tudott róla. Úgyhogy én azt éreztem, hogy ez a fél év, ez egy gyönyörű íve volt annak, hogy őt onnan bentről kicsalogattuk a fényre, és ott valamit meg tudott magából mutatni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek. Én nagyon sok hasonló sikerélményt kívánok még nektek, sikersztorikat. És hát jó munkát nektek, legyen nagyon hatékony és eredményes a munkátok. Köszönjük. És egészséges felnőttek nevelkedjenek alattatok. Köszönjük szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Ez volt a Nálatok Mizu, tartsanak velünk legközelebb is. Szép estét, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.